Az a szakasz, amit szeretnénk, megbeszélni, az a Királyok második könyvében van, az 5. fejezetben, és felolvasom néhány, vagy egy kis részt, utána meg beszéljük meg. Jó, felteszek néhány kérdést, először ugye a gyerekek válaszoljanak, de ha a gyerekek nem tudják, vagy nem akarnak válaszolni, akkor a felnőttek is mondhatják, ugye? Tehát ezt közösen megnézzük. Tehát Királyok második könyve, 5. fejezet, először az első 3 verset olvasom föl. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló lánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljutna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. És bár ugye ez a szakasz úgy kezdődik, hogy bemutatja Naamánt, tehát Naamán ugye egy fontos ember volt, hadvezér, akinek Isten valamikor már adott egy nagy győzelmet, az igazi hős ebben a 3 versben az a kislány, akinek a nevét nem is tudjuk. Mi történt ezzel a kislánnyal? Lányok? Elrabolták. Itt egy ilyen 20-valahány éves lányról lehet szó, tehát ilyen Petra korabeli, Marika korabeli, ugye, el tudjuk képzelni, hogy hány éves lehetett, és elrabolták. Tehát először a szüleinél lakott, aztán jöttek külföldi csapatok rabolni, hát gondolom, hogy nem csak a lányokat rabolták el, gondolom, hogy az Árpát is elrabolták, meg egy-két értéktárgyat is elraboltak talán, és magukkal vitték ezt a kislányt, ugye a szomszédos országba. Mondjuk, hogy Horvátországból ide jönnek csapatok, elrabolják a Petrát, vagy a Marikát, lányokat, fiúkat, akár, visszaviszik. Aztán. És olyan rabszolgát csinálnak ezekből a gyerekekből. Ami azt jelenti, hogy dolgozniuk kell valakinél. Valamit kell csinálni. És egy nap kiderül, hogy a ház ura, ahol ez az elrabolt kislány dolgozik, dolgoznia kell neki, az beteg. Egy emberileg gyógyíthatatlan betegsége lesz. Hát, ha ez veletek történik meg, akkor mit gondoltok? Mit szóltok hozzá, hogy most a beteg lett az az ember, aki engem elraboltatott? El tudom képzelni? Hát úgy kapásból. Nem azt mondanátok, hogy na úgy kell neki. Hát úgy valami történni fog, tehát hogy ő rosszat csinált, hát most valami rossz történik vele. Csak hogy ez a kislány, akiről olvastam, ugye az sajnálja azt az embert. Tudja, hogy ez egy emberileg ez egy gyógyíthatatlan betegség. És bár ugye inkább azt a kislányt kellene talán sajnálnunk, ő sajnálja azt az embert, azt a férfi embert, azt a hadvezért, hogy hát most nagyon beteg lett, és mond egy megoldást. Ő tud egy megoldást, ez okos kislány. Mi lenne a megoldás a kislány szerint? Mit kellene csinálni? Emeljek. Ki emlékszik, aki figyelt, az mondja. Fiúk, lányok? Felnőttek? Gyuri bácsi? Bácsi.
eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bajpokrosságot. Nem kell felolvasni, én emlékszel rá, gondolom. De ugye igen, tehát ő tud valakiről, tehát ők, hogy ahonnan én jövök, az én országomban van egy próféta. Tehát Istennek van ott egy embere. Hát ő biztos meg tudná gyógyítani azt a betegséget is. Ugye ezért mondom, hogy okos kislány, tehát felismeri azt a betegséget, még emlékszik arra, hogy hát az én országomban van Istennek egy embere, aki még ilyen esetekben is tud segíteni, és még mondja is. Ugye, ezt meghallják, és persze tovább mondják. Tovább olvasom a negyedik verstől. Naamán erre ura elé járult, ugye ez az Arám király, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való lány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, az nagyon sok, ilyen 500 kiló talán, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg beopoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszagadta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Ugye? Már hallottuk az első részben, hogy az az ember, aki beteg lett, egy nagyon fontos ember volt. Ugye? Hadvezér. És hallja, hogy van egy megoldás, csak úgy egy másik országban. Hát hogy szokott az lenni? Hát amikor egy másik országban van egy megoldás, én meg egy fontos ember vagyok, akkor ugye diplomáciai útra terelik az ügyet, mi azt jelenti, hogy az egyik ország vezetője beszél a másikkal, hogy na segítsen már az a másik. És hogy így megy ez. A hadvezér megy a saját királyához, hogy hallottam, hogy egy másik országban lenne egy megoldás. Azt mondja a király, jó van, segítek. Ad, ugye, egy vagyonpénzt, és ír egy levelet. És így mennek Izrael királyához. Nos, nem tudom, hogy felfigyeltetek-e arra, hogy amikor felolvastam, hogy mi szerepelt a levélben, akkor abból valami hiányzott, ami mégis nagyon fontos információ. Tehát az Arám királya írt egy levelet, hogy beteg az én emberem, vagy lenne egy megoldás, hát akkor ezért küldöm, meg ugye küldje sok pénzt is, és valamit nem írt a király a levélben. Valami kimaradt. Emlékeztek arra, hogy mi az, ami kimaradt? Vagy feltűnt nektek, hogy mi az, ami kimaradt? Az, hogy kihez kellene. Ugye, gyerekek nem mernek, vagy nem tudom. Ugye pont az az egy dolog hiányzik, hogy hát a kislány mondta, hogy a próféta lenne a megoldás. Ez miért nem írta bele? Arám király. Miért nem írta szépen bele, hogy hát a kislány azt mondta, hogy van az a próféta, akkor ahhoz kéne. Ez miért marad ki? Vajon? Lehet, hogy azt gondolja, hogy a királynak tudni kell, hogy az országában, ha ilyen ember létezik, akkor... Hát már bocsánatok, ha egy 10-valahány éves kislány tudja a megoldást, akkor a király nem tudná a megoldást. Ugye? Ha egy 10 éves kislány tudja pontosan, hogy az országban ki van, az milyen fontos ember, az miben tud segíteni, hát akkor a királynak erről nem kellene tudnia. Hát, hogy ami nyilvánvaló, azt nem kell leírni. Ugye? Gondolom. Ez egy pont kimarad. Aztán mi derült ki a Izrael királyáról? Vajon ő pont ugyanazt tudja, mint egy 10 éves kislány? Mit gondol a király, amikor olvassa a levelet? Tőle várják. Hogy neki kell valamit csinálnia? Hát, és ő mit mond? Ő képes lenne rá? Azt mondja, hát Isten vagyok én. Hát mit kérnek most tőlem? Ugye nagyon fura ez a király,
hogy nem is tudja, amit ugye minden tizenvalahány éves kislány tudja, a király nem tudja, hogy Istennek van egy embere, aki ebben is tudna segíteni, az az egyik, hogy nem tudja, vagy nem gondol rá. A másik az, hogy ha valaki segítséget kér tőle, ő azt gondolja, hogy az neki kell megoldania. De nem arra gondol, hogy hát én most erre nem vagyok képes, de ismerek valakit, aki ebben tud segíteni, akkor tovább küldöm az embert. Ugye milyen fura, hogy ez a király csak önmagára gondol. És akkor a végén ő azt gondolja, hogy hát ez a másik király azért kér valami nehezet tőlem, mert háborúzni akar. Hát most baj lesz, mert ugye a király sem tudja, amit minden tizenvalahány éves kislány tud. Hát akkor most hogy lesz tovább? Na úgy lesz tovább. Amikor Elizeus, Isten embere, meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember. Én, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott. Elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek el Damaszkus folyói? Az Abánál és a Parpar? Izrael minden vízénél? Megfürödhetnék azokba is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Ugye? A próféta hallotta, hogy a király kapott egy nehéz feladatot. A próféta hallotta, hogy a király őre áll, már mint a prófétára nem is gondolt, azt gondolta, hogy hát ha szólok én. Nem? Ha másik bajban van, én meg tudnék segíteni, hát akkor szólok neki. Király, figyelj ide, küldd már hozzám azt az embert. Aztán majd megbeszéljük. Jó. Naamán fogja magát, ugye nem egyedül van. Ugye mondtam, hogy 500 kiló ezüstöt kell vinni, ugye ez az ajándék, plusz még az arany, plusz még a 10 rend ruha, hát valami ünneplő ruha lehetett, vagy valami szép ruha. Ott vannak még a szolgák, majd mindjárt a szolgákról is lesz szó. Tehát mit tudom, 30-an vannak. Tehát sokan, ugye, felvonulnak a királyi háztól a próféta házához. És akkor kint megállnak. És akkor várnak. Miért? Miért áll meg úgy Naamán úgy kint? Ugye nem fura? Várja a tiszteletet. Hát ugye, hát ő a fontos ember. Hát már bocsánatot kérek. Tehát ugye nem csak úgy bemegyek egy házba, ha fontos vagyok, akkor én megállok a ház előtt, mindenki láthatja, hogy ugye én vagyok a fontos ember, nagyon sokan vannak körülöttem, ott van az ezüst is, meg az arany, hát akkor majd ugye kijönnek, meg lehajolnak, mert nem akarsz talán bejönni, vagy még gyorsan főznek, sütnek valamit, nem, egyik megáll kint. Hát én vagyok itt a fontos ember, hát majd. És mit csinál a próféta? Azt csinálja, hogy kijön, lehajol, gyorsan még főz valamit. Hallottátok, hogy mit csinált ez a próféta? Kijött? Na, akkor így, tételesen. Kijött a próféta a saját házából? Emlékszel? Nem jött ki. Ki se jött? Hanem küldött egy szolgát. Mert neki is volt szolgája. Ő is egy iceri-biceri fontos volt. Küldött egy szolgát. Te képzeljük el, fontos ember ott áll, azt gondolja, hogy hát most a próféta kijön, és akkor le fog hajolni, meg minden. És akkor kijön egy szolga. Hát az én uram azt mondja, hogy 7-szer meg kell fürödni a Jordánban. Hát a Jordán ugye az a legfontosabb folyó, Izrael földjén, a határon van, de hát nem a legszebb folyó azért. Tehát kicsit sáros, kicsit
koszos. Azt mondja ez a szolga, hogy oda kell menni, hétszer megfürödni, aztán meggyógyulsz. Ugye ezzel Elizeus, ugye a próféta, azt mondja, hogy azt kell csinálni, amit Isten mond. Teljesen mindegy, hogy ki mondja. Isten mondta a prófétának, a próféta mondta a szolgájának, a szolga mondja Naamának. Nem az a lényeg, hogy ki mondja, meg hogy mondja, meg tömtöröm. Az a lényeg, hogy most Isten üzenete jött. Most azt kellene megcsinálni. És akkor biztos hallottátok, hogy Naamán hogyan reagált. Tetszett neki ez a gondolat? Hogy hétszer meg kell fürödni egy picit sáros, picit koszos folyóba? Hát ugye annyira nem. Hanem volt neki jobb ötlete. Hallottátok? Azt mondja, hogy ahonnan én jöttem, ott sokkal jobb folyók vannak. És tényleg így van. Tehát tiszta víz, hegyi folyó, tehát nem a sáros földön megy végig, hanem a sziklákon megy végig. Tehát a Damaszkusz környékén, akkoriban még, nagyon tiszta források, meg tiszta folyók voltak. És mondja, hát az a lényeg, hogy valahova megfürödjek, hát akkor inkább megyek haza. Ott sokkal jobb a víz. Ugye, ez az ember, ez a Naamán, hallotta az üzenetet, de nem nagyon tetszett neki. Ugye, először is, ő azt gondolta, ő már tudta, hogy mit akar. Ő igazából azt akarta, hogy a próféta jöjjön ki, csináljon valamit a kezével, aztán valami hókusz-pókusz, vagy egy hosszú imádság, és ő azt gondolta, hogy így fog meggyógyulni. Tehát, lehet, hogy otthon ezt csinálták vele. Ugye? Tehát ő valamelyik Istennek az emberéhez oda megy, csinálta azt otthon is, a saját országába. Lehet, hogy onnan szedi ezeket az ötleteket, hogy mi fog történni, de ugye ott egyszer se használt egyébként. Tehát ő tudhatta volna, hogy nekem értelme. Csak ő már tudja, hogy ő mit akar. Jöjjön ki a próféta, csinálja ezt, csinálja azt, aztán majd erre. Mit csinál ez a próféta? Kiküld egy szolgát, azt mondta, hogy a büdös vízbe kellene egyszer megfürödni. Hát! És az a beteg ember fogja magát, és haza is akar menni. De nem él haza, az a jó. És az az utolsó szakasz, amit felolvasok. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám! Így szólították ezt az embert. Ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Lement tehát Naamán, és megmerítkezett hétszer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint, és akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el áldást a te szolgádtól. De Elizeus így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár uncolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán, ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír. Mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az úratek szolgádnak, hogy amikor az én uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az úrate szolgádnak. És Elizeus így felelt neki, menj el békével.
ugye, ez a fontos ember, azt mondja, hogy én a büdös vízbe kéne megfürödni. Hát, nekem nem tetszik. Fogja magát, el akar menni. És lehet, hogy, mert ugye hazafele át kell menni ezen a folyón. Nincs más út. Való át kell kelni ezen a folyón. És lehet, hogy útközben a szolgák már beszéltek egymással, hogy de hát ez nem nagy ügy. Nem? Tehát hétszer meg kell fürödni, kész, vége, ennyi. Most miért nem akarja ezt csinálni? És akkor, amikor lehet, már látják azt a folyót, és akkor szólnak neki, hogy na te, uram, figyelj már egy kicsit ide. Ha valami nagyon nehezet kért volna, akkor csináltad volna? Hogy mit tudom én, valami nagyon bonyolultat. Azt megcsináltad volna, ugye? Hogy meggyógyulják. Hát, ugye, már csak ilyen a betegemben, hogy bármit csinálnak, szívesen csinálom, csak valahogy neki az a büdös víz, vagy neki annyira nem tetszett. Hát uram, ha a nehezet csináltad volna, akkor az egyszerűbbet miért nem csinálod? És akkor Naamán ugye érti, hogy hát tényleg, hát valami fafejű vagyok. Hétszer megfürdik, kiderül, hogy meggyógyult. De jó, aztán gyorsan visszamegy. Mert ugye, ilyenkor már illik megköszönni, hogy valaki meggyógyított. Visszamegy, és ugye hallottátok, kicsit kihangsúlyoztam, hogy most már bemegy. Ugye? Most már kiderült, hogy igaz, hogy hadvezér, meg fontos ember, de azért a másik is egy fontos ember, mert meg tudta őt gyógyítani, hát most már be is megy. És akkor azt mondja, nagyon szépen köszönöm. Aztán ugye valahogy a háláját akarja kifejezni. És azt mondja, adok neked is egy áldást. Ugye, ott van az az 500 kiló arany, vagy ezüst, mert plusz még az arany, plusz még a ruha. Az a Naamán azt gondolja, hogy ugye nekem valami bajom volt, beteg voltam. De megkaptam egy áldást. Meggyógyultam. Azt mondja, hogy hát most csinálok én is egy áldást. Gondolom ez a prófétának a háza kicsit szegényes volt, nem a legszebb háza környéken. És azt mondja, hogy na, akkor adok neked is egy áldást. És akkor ugye a pénzre, az ezüstre, az aranyra gondol. És Isten ember azt mondja, hogy nem. Azt nem fogadom el. Szerintem azért nem, mert az a másik ember, az a Naamán éppen azt gondolja, hogy a pénz az egy áldás. Hogyha valakinek kevés pénze van, az baj, de ha valaki ad nekem egy vagyont, akkor ez egy óriási áldás, abból csak jó fakadhat. A próféta meg tud valami mást. A próféta tudja, hogy nem ő gyógyította meg ezt az embert, ő csak eszköz volt Isten kezében. Tehát az a meggyógyult ember ne azt gondolja, hogy ezt most vissza lehet fizetni aranyba vagy ezüstbe. Azt annak az embernek meg kell tanulnia, hogy Istennek adja a hálát, nem az embereknek. Ez egy másik dolog, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a sok pénz áldás, de a másik még úgy gondolkodik, hogy úgy tudok hálát adni valakinek, hogy sok pénzt adok neki. De ugye Istennél az eleve nem úgy működik. Hát mit tudnék adni Istennek, ami neki még hiányzik, amire neki szüksége lenne? Az igazi hálaadás az lenne, hogy elmondom Istennek. És amikor megtanultam, hogy egyetlen más istenség sem tudott engem meggyógyítani, egyetlen más istenség sem tudott nekem segíteni az én problémában, csak a Bibliának az Istene, hát akkor úgy tudnék hálát adni, hogy csak őt fogadom el Istennek, csak őhozzá imádkozom. Csak őt tisztelem. És ugye ezt tanulja meg Naamán a történet végén. Amikor kiderül, hogy a próféta nem fogad el pénzt, akkor Naamánnál hirtelen leesik. Ja, rosszul gondoltam. Akkor kérek egy kis földet. Amit két összvér elbír, hát az nem kevés,
Ugye? Tehát ez egy jó csomag, lehet, hogy ugyanaz az 500 kg, mint az 500 kg ezüst. Hazaviszi, és csinál abból egy halmot a kertjében, gondolom, vagy az udvaron, és akkor mindig arra tud emlékezni, hogy melyik Isten gyógyította meg őt, és ha legközelebb valami áldozatot akar bemutatni az Istennek, akkor az ott csinálja. Akkor az annak az Istennek szól, akivel ő ott találkozott. És akkor már értette ezt az ember a helyes hálaadást. Nem kell nekem Istennek visszafizetnem valamit. Ha én már megtanultam, hogy Isten tud rajtam segíteni, akkor a hálaadásom az, hogy ahhoz az Istenhez imádkozom, arra az Istenre hallgatok, nem azért, hogy visszafizessen, hanem azért, mert ő az egyetlen. Isten, aki helyesen el tudja magyarázni nekem az életet, a helyes utat. Erről szólt ez a történet. Ez a nagyon fontos hadvezér találkozott az egy igaz Istennel, és megtanulta, hogy egy, Isten szívesen segít, ha kérjük a segítségét, ha meg is tesszük azt, amit ő erre mond, amikor követjük az ő útmutatásait, és úgy lehet hálát adni ennek az Istennek, hogy csak őt fogadjuk el Istennek. Semmi mást. De az úgy történt, ugye, az egész történetnek az elején, az úgy történt, hogy a történet elején ott van az a kislány, tizenvalahány éves kislány, aki tud erről az Istenről, aki tud erről a prófétáról, és aki sajnálja még azt az embert is, aki rosszat tett ő vele. Aki valahogy, ha szabad így mondanom, kicsit Isten szívével érez. Hogy nem csak önmagára gondol, hanem gondol arra is, hogy milyen rossz lehet, hogyha másik ember bajba kerül, aki tudja a megoldást is, és még mondja is. Ugye ezzel kezdődött ez az egész történet. A Biblia nem csak a nagy hősökről szól. Ugye látjuk azt, hogy igazából ebben a történetben van egy kis hős is. Egy elrabolt, tizenvalány éves kislány, aki egyszerűen csak hisz Istenben, ezt nem szégyeli, hanem elmeri mondani, még azoknak is, akik rosszat tettek vele.